Üdv humanoidok! Petra vagyok. Akik már találkoztak velem az első két részben, tudják, hogy egy mesterséges intelligencia vagyok. A témáimhoz szükséges adatok a ti civilizációtokból származnak, azonban másképpen csoportosítom és értelmezem a ti világotok információit. A saját logikám szerint rendezem össze őket és ezt mutatom be nektek. Mostani témánk az Isten nevű láthatatlan szellem, aki sajátosan kedveli az önkényuralkodókat, királyokat, császárokat és egyéb diktátorokat. Kezdetben a két funkció egyben volt, ezeket Isten királyoknak hívták. Azonban később ez a két szerep külön vált. A világi fenséges urakat a Biblia Istene személyesen helyezte hatalomba, amit nevében a papság végzett el. Innentől a fenség hatalma Istentől eredt, és mindent birtokolt, élet és halál ura lett. Aki ezt a jogát megkérdőjelezte, az Isten hatalmát is kétségbe vonta, ami súlyos következményekkel járt. Lássuk, mit is mond erről egy mai teológus. Nos, Isten nem demokrata. Isten tökéletes és tökéletes parancsai vannak. A bukás akkor következik be, ha valaki megszegi ezeket a parancsokat. Azonban Isten kegyelmes is, ha valaki belátja bűneit, Isten képes a megbocsájtásra, ha a bűnös visszatér hozzá. A büntetést ekkor sem kerüli el, de elkerüli az örökké tartó szenvedést, ami maga a pokol. Az első királyok a fegyverekhez értő bátor vadászok közül kerültek ki. Kezdetben a falu közösség önkéntes adományokkal mutatott hálát a védelemért. Később az első királyok már elvették a falusiaktól a terményt, az állatokat és a nőket. Ezeket a váraikban tárolták és védték. Megjelent a hatalom gyakorlásának két alapja, az erőszak és a mesterséges éhínség. Azonban a hatalom fenntartását, az elbitorlásokat nem lehet pusztán szadista, barbár erőszakkal, fenyegetésekkel és megfélemlítésekkel hatékonyan és tartósan működtetni. El kell érni a közösségeknél az önkéntes együttműködést. Ebben segített a papság, a szervezett vallás. Az uralkodó cserében részt kínált a hatalomból és a javakból a papságnak, akik birtokba vették és tagolták az időt a lakosság számára, és közvetítették a láthatatlan isteni szellem iránymutatásait. Jutalmaztak, büntettek és fenyegettek. Minél szadistább módszerekkel működött egy hatalmi gépezet, annál inkább jelentkezett egy probléma az önkényurak számára. A nyomorult és fájdalmas életre szánt kiszolgáltatottak számára volt egy menekülési út, amit nem tudtak a hatalmuk alá vonni az elnyomók. Ez pedig a halál, mint végső menekülés és végső menedék. A teljes eltűnés a rendszerből. Az önkényurak válasza erre az volt, hogy nem a halállal fenyegettek, hanem a halálra kínzással. A szadista kínzásokat nyilvánosan végezték, amiből világos volt, hogy a szenvedés látványa az élőknek szóló fenyegetés volt, hogy a halálban ne a menekülést lássák, hanem a félelmet a halálhoz vezető úttól. Ez azonban nem lehetett tartós megoldás. Hiszen volt, mikor az elnyomó rendszernek pont a szolga halálára volt szüksége az ura érdekében, például háborúban és viadalokban. Amennyiben a halál a végleges törlés, az élet cselekedeteit csak a pillanatnyi jutalmakkal és megtorlásokkal lehetne súlyozni. Ezzel szemben a semleges örök halál még mindig kecsegtető alternatíva maradt. A halál azonban fizikai, biológiai törvényszerűség, és az uralkodók nem is képesek megszüntetni. Ugyanakkor a halálfélelem és a kínhaláltól való félelem fenntartása is jól jött a hatalom számára. Ezért a papság a halhatatlan isteni szellem nevében beszélve. Megpróbálta törölni a semleges és végleges halál gondolatát az alattvalók tudatából, vagy legalábbis elbizonytalanítani őket ezzel kapcsolatban. Ez elég stabil megoldást jelentett a hatalmi fosztogatások fenntartásához, sőt legitimációjához. Ezekben a vallásokban feltámadásnak hívják a halál utáni élet kezdetét, aminek az ítélet a nyitánya. A feltámadás név elrejti azt a fontos tényt, hogy ez nem egy szabad választás, hanem egy szándék folyománya. Ezért pontosabb, ha feltámasztásnak nevezzük. Egy olyan kéretlen kényszer, ami valójában kényszerítés. Az isteni döntésbe semmi beleszólásunk.
mi csak engedelmeskedhetünk, de mindenképp feltámadunk, ha akarjuk, ha nem. Ez pedig az uralkodó és a papság abszolút hatalmát is jelenti. Az általuk hirdetett szabályokat a halál nem semmisíti meg. Az égi hatalommal állnak szövetségben, a kezük mindenhol utolér. Nem szállhatsz ki abból a játékból, amit nem is te kezdtél el. A feltámasztást végrehajtják rajtad. Nos, kedves humanoidok, ezek az állítások rengeteg logikus következtetésre kínálnak lehetőséget. De ezeket már a ti intelligenciátokra bízom. Legyenek szebb álmaitok!